Egyéniben bronz, az új számként debütáló párosban pedig aranyérmet szerzett a nyári ifjúsági olimpián a 17 éves sportlövő Péni István, aki idén kihagyta éppen ezért a világkupákat, jelenleg 20. a felnőtt világranglistán, és jövőre már a Rioi kvóta szerzést célozza meg fegyverével. Hát most ne szegezem a kérdéseimet. Jó reggelt kívánok, szervusz! Reggelt. István, gratulálunk! Az új Sidi Péterhez van szerencsénk? Hát bízom benne, hogy, hogy fog sikerülni, és tudom az ő sikereit másolni és hasonló eredményeket elérni. E, mit gondolsz egyébként köz, a közvetlen nagy elődről szóval, mi, mit lehet tőle tanulni? Hát Sidi Péternek nagyon sok jó tulajdonság van a Hát tényleg egyszerűen kiemelkedő lövő, és több évig a legeslegjobb volt, meg még, még most is az egyik legjobbnak számít, de két-három éven keresztül verhetetlen volt, úgyhogy remélem, hogy majd én is el fogok kérni egy ilyen sikersorozatot. Az, hogy egy lövő éveken keresztül verhetetlen legyen, és ennyire pontos, és ennyire kiegyensúlyozott, az mi kell elsősorban? Hát szerintem egy teljes csapat munkája volt mögötte, akkor, meg mi most is. És tényleg teljes koncentráció és egy olyan élet is kell mellé, ami mellett tud úgy lőni, hogy teljesen csak a lövészetre tudjon figyelni, és csak összpontosítani tudjon. Uh -huh. Egyébként kaptál már tőle tanácsokat? Ö szoktunk beszélgetni lövészetről is, de próbáljuk ezt mellőzni, ezt a témát, és inkább minden másról beszélni. Aha, értelek. Azt mondtad, hogy a sporttörténeti jelentőségű párosban, vegyes párosban elért aranynak talán egy kicsit jobban örültél, mint az egyéni bronznak ezen az ifjúsági olimpián. Erre a páros műfajra erre lehet külön készülni? Lehet készülni, van több hasonló versenyünk is, például a Németországi Bundesliga az is hasonló verseny, ezek ilyen párbajszerű versenyek. Ez most kezdik behozni a sportlövészetbe, és lehetséges, hogy ez a későbbi ebben olimpiákon is fog szerepelni, csak a, az országok, országokon között lesz a verseny, és egy országban lesznek a versenyzők, fiú és lány. Ugye, mert most ezúttal az ifjúsági olimpián a férfi és a női mezőny helyezésének megfelelően fordítva összepárosították igen, igen, a, igen, a versenyzőket, tehát te is más nemzetbéli hölgyel versenyeztél együtt. Mi a perspektívikus, a jó ezekben a páros versenyekben, ezekben a párbajokban, ami miatt akár olimpiai perspektívája is van a dolognak? Hát sokkal nézhetőbb, ugye a nézőnek könnyebb érteni a szabályokat, egyszerűbb ez a pontrendszer, ugye hogy pontokat gyűjtünk és 10 pontig ment egy verseny, és az, hogy lövésenként ment a verseny, és ettől izgalmasabb lett és gyorsabb lett az egész. Ha, mint egy West End filmben a csak igen, nem egymásra lőttök, igaz? Ez, ez, ez volna benne. E, ugye egyéniben te íremes utaztál utaztál Nanchingba, a szemernyi elégedetlenség sincs benned a harmadik hely miatt? Hát először egy kicsit elégedetlen voltam, de utána nagyon örültem neki, mert tényleg ehhez is egy nagyon jó eredményt lőttem, és hoztam azt az eredményt, amit hogyha van, azt mondták volna, hogy én itt fogok lőni, akkor aláírtam volna előre. Igen, uh -huh. igen. Na most a, az aranyhoz mi hiányzott a versenyzésedből? Hát az aranyhoz még egy jó pár kellett volna, itt a világ legjobb lövőjével kellett megküzdeni, aki azóta felnőtt világbajnok is lett, úgyhogy ahhoz még kellett volna egy kicsi, egy kicsit jobb összpontosítás, de hát remélem, hogy ez is sikerülni fog. Is még fogom tudni javítani az eredményemet. Akkor bizony itt már láthattad a, 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 jövendő, előrevetített a jövendő, előre a jövendő e, riválist is, hogyha az ember a felnőtt versenyekre, világbajnokságokra, meg olimpiára gondol, igaz? Hát ezt nem lehet így előre megmondani, mert a kínaiaknál azért az előfordul, hogy megjelenik egy ember, és aztán, eltűnik, pár évben. Belül, aztán megjelenik egy másik. Igen, és megjelenik egy másik hirtelen az olimpia előtt, aki megnyeri az olimpiát, aztán megint eltűnik. Hogy a kínaiaknál ezt nem lehet tudni, hogy, hogy hogy fog alakulni. De lehetséges, hogy igen, hogy később ő lesz az egyik legnagyobb ellenfelem. István, ha fordítsuk meg a dolgot, ne azt nézzük, hogy mi hiányzott az aranyhoz, hanem hogy a te versenyzésedben mi volt az, a, az, ami miatt viszont dobogóra kerültél, és ilyen jó eredményt értél el, és maradunk az egyéninél egyelőre. Hát az alapversenyben 624,2 kört sikerült elérni, és ez már alapból ugye egy olyan eredmény volt, amivel a torony magasan ugye a dobogót vezetni tudtuk, mert 29 volt az első, és mi ketten 24-jel kerültünk be, utána 23 volt a következés, utána volt egy nagy esés, és 19-el 19 volt bent az ötödik helyezés, és ez egy nagyon nagy különbség volt, hogy végül is tényleg vezettük a mezőnyt, és az volt benne igazából a nagy dolog, hogy a döntőben is tudtuk hozni, az, hogy tudtuk hozni a, ugye a formát, a papírformát, és meg tudtuk tartani az alapversenyben elért helyezéseket, mert ezzel az új szabályokkal ugye már ennyire nem egyértelmű, hogy elveszik az alaperedményünket és újra kezdődik az egész, és ott már tényleg csak a szerencse dönt, hogy, hogy ki lesz a jobb, de úgy néz ki, hogy ezt a lövők tudják tudnak fejlődni, és, és egyre jobban meg tudják tartani azokat a, 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 a különbségeket, amit tényleg van tudásban. Ö, te nem szereted az <coughs> új szabályokat? Szerettem is, meg nem is, ez uh -huh. attól függ éppen, hogy hogy sikerül a döntő. Na most, hogy akkor jött vegyes párosba az aranyérem. Ilyenkor az, hogy kit kapsz párnak, jelen esetben egy egyiptomi lányt, ez hát az alapvetően meghatároz mindent. És ugye itt nem sorsolás volt, hanem, hanem az erős sorrendek szerint páros, párosították össze a, a férfinői női versenyzőit. Hát igen, itt a, az erős sorrendben az volt szerintem, hogy neki a rendes verseny az nem sikerülhetett jól, és ettől hátrébb került. Viszont a, Ugye ebbe a vegyes párosban már azzal, hogy mind a ketten jól indu, indultunk, így, így szerintem tudtuk egymást hajtani, és tudtuk mind a ketten jót venni. És uh, már alapból, amikor volt egy 40 lövéses verseny, elkezdődött az egész, hogy nekem sikerült egy országos csúcsot lőnöm, és a, ő is a középmezőben tudott végezni, és ezzel már, már elsőként tudottunk tovább, és így egyre könnyebb ellenfeleket kaptunk, mert úgy volt, hogy az első 16 csapat jutott tovább, és akkor az első csapat a 16 csapattal került össze. Szóval már alapból utána a sorsásunk és nagyon. Uh, ugye könnyedén ment, és egyre könnyebb ellenfeleket kaptunk, és szinte tényleg végig portuk a mezőn, ilyen 10-2-10-3-akra nyertünk, amíg a többi csapatnál egy-egy pont döntött a, a továbbításra. Talán egy kicsit egy dologban lehetett hiányérzeted a végén, meg lett az aranyérem, de nem volt magyar himnusz. Igen, az olimpiai himnusz játszották el, ezt nem is tudtuk, hogy nem is tudtuk előre, hogy mit fognak eljátszani, ezt akkor tudtuk meg. Hát jó lett volna a magyar hindulszal, de remélem, hogy lesz rá még módom. Hát bizonyosan. Azt mondanak, hogy mennyire vagy érette most a felnőtt mezőnyhöz, ugye világranglista huszadik, vagy jövőre meddig szeretnél felkúszni ezen a, ezen a listán? Hát nagyon remélem, hogy sikerül az egy tízbe bekerülni, de hát ez, ez tényleg nagyon sok szerencse is kell. A kóteszerző sorozatunk az most volt az első állomása a felnőtt világbajnokság, én ott juniorban indultam és még lesz ezen kívül öt hely, ahol meg lehet szerezni a kótát. Úgyhogy bízom benne, hogy itt sikerül döntőbe jutni, esetleg egy gyermeket szerezni. Ezek felnőtt világkupák, szóval nem lesz könnyű, nagyon nehéz lesz a mezőny. Hát tényleg a világ legjobb lövői most már minden, mindenki ott lesz, hogy kótát tudjon szerezni az országának. De hát bízom benne, hogy sikerülni fog. Akkor te megcéloztad, hogy Tóba is siker, Renáta után te leszel a második sportlövő, aki beteszi a zsákba ezt a bizonyos rio Hát <súlva> jó lenne nagyon tényleg ugye Sidi Péterrel leszünk ketten szerintem, akik ezekre a világkupákra fognak utazni, úgyhogy aztán kiderül, hogy melyikünknek sikerül hamarabb. Ez ez rivalizálás is lesz egymással, vagy éppenséggel kettőnek is összejöhet, miért nem Összejöhet kettőnek is, el. igen, ketten utazhatunk az olimpiára. Hát igen, az lenne a legjobb. Azt mondd hogy jelen pillanatban mely versenyzői tulajdonságaidat tartod a, a fő erősségeknek és erényeknek? Szerintem a, nekem a technikám az, az eléggé kifundi volt, erre nagyon nagy hangsúly fektettünk az elején az, az edzőmmel és néha rossz és ez nagyon segít, hogy a tét helyzetben is meg tudjam csinálni azt a technikát, és ha arra tudok csak figyelni, akkor az el tudja vonni a figyelmet az egyéb dolgokról, és ez tud segíteni az összpontosításban. És mi az, amiben leginkább fejlődnöd kell pontosan ezért? Amiben leginkább fejlődnöm kell, azt, azt így most így nem, nem mondanám el. Azt így ne, hogy a kínaiak nem jól, is nézik a műsort. Úgyhogy, hogyha ezt megtartanám. De van, de van olyan. Ban, van, rengeteg dologba kell még fejlődni tényleg. Hosszabb távon te már tudod egyébként, eldőlt, hogy hány húron játszol? Most úgy értem, hogy fegyvernemek, mert, mert eléggé változatos tud lenni egy sportlövő érdeklődése, meg akár a pályafutása során is változni tud, ha már Sidi Péter szóba került, akár még más fajta, nem csak lőfegyverek felé is elfordulhat. Igen, a számszerű, meg a Igen. 300 méter, ami még játszhat ugye az olimpiai versenyszámunk az a légpuska és a kisübbi sportpuska. Most ez, erre a háromra próbálok összpontosítani, mert a többi ez is ugye nagyon sok edzést, edzés kéne, és az olimpiáig ugye az olimpiai versenyszámból kéne úgy felkészülni. Az 50 méteres számból ott, ott ö, egy kicsit nehezebb, az több rutint igényel, ott tényleg a fényt, a szelet, mindent, igé, mindent figyelembe kell venni. Úgyhogy itt a versenyzői rutin ugye az nagyon számít, hogy, hogy hogyan tudja az ember szűrni a szeretést, minden egyéb tényezőre is figyelni tudja amellett, hogy hogy teljesen koncentráció alatt tudjon versenyezni. Úgyhogy egyelőre a 10 méterbe tűnik, úgyhogy a legnagyobb esélyem van, de már a edzés eredményem alapján már esetleg még ösztedbe is lehet. Azt mondom meg végül, Szi. hogy mit gondolsz, játszunk el a gondolat, 19 évesen ott lesz Rióban, meddig, meddig, juthatsz egy olimpián, fiatal versenyzőként? Hát remélem minél tovább, ez aztán majd kiderül, hogy, hogy fog sikerülni, de ugye a az azon nagyon nagy dolog, hogy ezt egész sokáig lehet üzni, és akár 50 éves koromban is még kiutatok érdemes Olimpiára, úgyhogy még, még van időm, de remélem, hogy már most sikerül majd. Hát az bizony, ha jobban kiszámoljuk olimpiai. akkor előtted, hány Olimpia is van, 4, 5, 6, 7, szóval sok. Igen, sok, sok, nagyon sok. Sok, de mondjuk már most akkor megpróbálkoznál így elsőre a legkomolyabb eredményen, nem? Hát uh, igen. <laughs> Közben a tanulás? A tanulás, hát most a világbajnokság után, meg az olimpia után tényleg csak a tanulásra próbáltam figyelni nagyon sok a lemaradás, azokat be kell hozni, de hát a Városméri gimnáziumba járok, ami az országban az egyik legerősebb. Próbálom ezt a kettőt egymás mellett tartani, és tényleg a szüleim is odafigyelnek rá, hogy, hogy a tanulás is meglegyen a sportlövészet mellett, de nem is lehet szerintem más, hogy, mert az, hogy a, tényleg, hogy ott is ott jól kell szerepelnem ahhoz, hogy fejben utána hogy oda tudjak koncentrálni a sportlövészetre. Hát akkor én sok sikert kívánok neked a két fontos harchoz, és akkor folytassuk a következő jó eredménynek. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.